Sziasztok, jó reggelt! Ma is hozok nektek egy napi vlogot, mert őszintén szóval nagyon hiányoztatok, nagyon hiányzott ez a napi vlogolás, már szinte megszoktam. Két nappal vagyunk az előző vlog óta. Ma 28-a van, és tegnap megérkezett az új mikrom, mert azt is vettem Black Friday napon, csak azt szerintem elfelejtettem mondani. És az indukciós főzőlaphoz megérkezett az edények, amiket vettem, mert őszintén szólva én nem is tudtam, hogy ahhoz másfajta edények kellenek, a nagynéném mondta, úgyhogy innen is köszi. Úgyhogy igazából kezdődjön is a nap. Újra befontam így a hajamat, de megint sokat szenvedtem vele. Ott nem tudom szépen megcsinálni, hogy itt fönt kezdődjön el, úgyhogy ebbe béna vagyok. 10 óra körül keltünk fel, úgyhogy már lassan ebédidő van. Tomi még alszik. Tegnap elmentünk a Pepco-ba a Lettivel. És volt még ott egy ilyen, úgyhogy igazából ezért mentem be, meg találtam még ott ilyen művirágot, úgyhogy nem tudom, hogy ti hol laktok, de hogyha esetleg tetszik nektek ez a fa, akkor próbáljátok meg, mert még tegnap én még láttam, még 3 darab volt, úgyhogy lehet, hogy ezt utána töltötték. Bácsám már! Bácsám! Ah! Tizenhárom óra lesz mindjárt, és megmutatom nektek az új mikrót. Én mindenféleképpen olyan mikrót szerettem volna, amin van óra. A lakásban nincs nálunk ilyen óra, nem szeretem, hogyha kattog, viszont azért szeretem, hogyha valahol van egy hely, ahol van egy ilyen óra, és azért szerettem volna ilyet. Hát nem tudom, hogy milyen nyelvű, ezt nem is néztem, amikor megvettem, ezt az Emagról rendeltem, de nagyon sok funkciója van, itt is tudom állítani a funkciókat, akkor itt is vannak, szóval sok funkciója van, szóval itt is igazából. És belül ilyen szép fehér. Nem a nagyobb mikró közé tartozik, de kényelmesen bele tudok lakni egy nagyobb ilyen ikás tányért. Ugye ezt múltkor kaptuk a lovitól, csak most adtam oda a Lettinek, ugye ez is csöpögésmentes, nem csöpög belőle. Úgyhogy próbálkozunk, hogy a Letti ebből is igyon, mert a csőrösből iszik, meg ugye cumisüvegből. És praktikus, mert így lehajtod, és akkor nem tudja kinyitni, de ugye nem is csöpök sehol sem. És meg a Letti is ki tudja nyitni, hogyha én nem zárom le neki.
Tessék. Meg mi mindjárt megyünk be a városba. Egy olyan fél óra múlva körülbelül. Értünk a Lettivel. Nekem majd lesz egy sorozatom, amit meg akarok majd nézni. Úgyhogy most eszünk. Tudtam, hogy a Letit minden érdekli. Ugye? Téged minden érdekel, ugye? Minden érdekel. Megmutatom nektek az edényeket, meg az indukciós főzőlapot, vagyis hát remélem, hogy az van benne, mert még nem bontottam ki ezt a csomagot. Még jó, hogy kibontottam, mert múltkor rendeltem az IKEA-s Kallaxonba ilyen, hát nem tudom minek nevezik, ilyen polc, vagy nem tudom, mindegy. És ugye ebből rendeltem kettőt, csak a Letti pakol. És hát az jött meg, úgyhogy még jó, hogy kibontottam. Ez az az indukciós szett, amit rendeltem Emagról. Hát elméletileg ezek drágák, de ezt olcsón tudtam beszerezni. Nem Black Friday napon, hanem másnap vagy harmadnap rendeltem. Nem tudom, de most így, hát őszintén szóval nem akarnám kibontani, mert most így le van zárva, és ezt úgyis csak akkor fogom tudni használni, ha már megjön a sütő, és konyhám kész lesz. De ugye Letti! Szóval, hogyha... szóval, hogyha kész lesz. Úgyhogy... Max annyit megnézek, hogy nincsen összetörve. Igen. Csak a Letti manó itt játszik. Ugye én kisebbtől megy a nagyobbig, úgyhogy most nagyon akarom kibontani. Na így is kell a hely. Itt a Letti manó már nem bír magával. Nyolc óra van is elvittem a Lettit fürdeni. És itt az előtérben összepakoltam egy kicsit. Annyi, hogy most már nem minden középen van, hanem a két oldalt. Egy kicsit igazából összetakarítottam.
lezárom ezt a vlogot, mert már megyünk aludni. Remélem, hogy tetszett nektek, és találkozunk a következő videóban. Legyen szép napotok! Sziasztok!